Kéményseprők járják a társasházakat májustól augusztusig. Ilyenkor modern eszközökkel átvizsgálják a kéményeket, fűtőberendezéseket, sőt a tűzmegelőzésen túl energetikai, légellátási tanácsokkal is ellátják a lakosságot, már ha el tudják ezt az ellenőrzést végezni. Egy felmérés szerint a kötelezett társasházi lakások 17%-ában nem jutnak be a kéményseprők, pedig két időpontot is megadnak az ellenőrzésre. A kéményseprő egy újbóli értesítést fog kihelyezni, egy második időpontot felajánlva, hogyha ezt követően sem tudja valaki fogadni a kéményseprést, akkor a következő értesítőn egy olyan lehetőséget talál, hogy 30 napon belül köteles időpontot egyeztetni a kéményseprővel. Ha ezt nem teszi meg, akkor a kéményseprő átadja az ügyfél adatait a megyei hatósági osztálynak, aki iratbemutatásra fogja felhívni az ügyfelet. A fő szabály szerint, ha a kéményseprők nem jutnak be az egyik általuk megadott időpontban sem a lakásba, akkor több 10 000 forintos bírságot is kiszabhatnak. Információink szerint ugyanakkor ilyenre nem nagyon volt példa Tolna megyében. Akkerman Zsuzsanna azt mondja, különbséget kell tenni az ingatlanok között aszerint, hogy be van-e oda jegyezve gazdasági szervezet. Ha társasházról beszélünk és nincs ilyen szervezet oda bejegyezve, akkor a kémények ellenőrzése a tulajdonosnak nem kerül pénzébe. Szintén ingyenesen ellenőrzik a kéményeket a szakemberek, ha a családi házban nincsen bejegyezve gazdasági szervezet. Ráadásul ez önkéntes is, vagyis a kéményseprő akkor jön, amikor a tulajdonos időpontot foglal. Ha azonban a családi vagy éppen társasház valamilyen szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe, akkor az ellenőrzés kötelező. Ez azt jelenti, hogy a kéményseprést kötelesek vagyunk megrendelni, ugye szilárdtüzelési fűtőegységnél évente, gázüzemű berendezéseknél 2 évente, és ezért a munkadíjat ki kell fizetni. Társasházak esetén érdekesebb a helyzet, hiszen ott már tervezetten zajlik a kéményseprés, ez azt jelenti, hogy a kéményseprő egy értesítés alapján a társasházat felkeresi, kiírja az értesítést, és akkor az ott lévő lakásokat fogja vizsgálni, azoknak a fűtőberendezéseit. A katasztrófa védelem javaslata szerint érdemes előre megtervezni és ütemezni a karbantartással, ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat. Ugyan még a kellemes nyári napokat éljük, de közeleg a fűtési szezon, és az ellenőrzésekkel megelőzhetőek a kéménytüzek, szénmonoxid mérgezések.